Kedves diákok, kedves kollégák! 2020 adventje van. Advent a várakozás ideje. Várakozunk, várjuk a karácsonyt. Aztán várjuk a szilvesztert, aztán várjuk, hogy mit hoz az új év, mert hogy ez a 2020-as esztendő, ez bizony sok rosszat hozott számunkra. Nagyon sok megpróbáltatáson vagyunk túl, és nagyon sokat küzdködtünk azért, hogy talpon maradjunk, hogy feladatainkat el tudjuk látni. Reméljük 2021-ben elég korán olyan időket élhetünk, amikor visszatérhet az élet a rendes kerékvágásba, és újra találkozhatunk veletek itt az iskola falai között. Várjuk a tavaszt. Várjuk, hogy kivirágozzanak a fák, kinyíljanak a virágok. Várjuk a vizsgákat, a diákok is várják a tanulmányaik végét, és mindig várunk valamit. Az ember természete ilyen, hogy várakozunk. Mindig várakozunk. De ha csak várakozunk, akkor nagyon lassan múlik az idő. Ha pedig tevékenykedünk, teszünk valamit, akkor két dolgot érünk el. Egyrészt meggyorsítjuk az időt, hamarabb jön el az, amit vártunk, másrészt pedig, amit vártunk, jobb eredményeket hozhat. Éppen ezért most, amikor várakozunk, amikor otthon vagyunk, amikor kényszerűségből nem jöhetünk iskolába, akkor is tennünk kell. Tanárnak, diáknak sokkal nehezebb most a feladata, a dolga. Éppen ezért legyen kitartásunk valamennyiünknek, végezzük a munkánkat jól, hogy eredményt hozhasson. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék karácsonyi műsor helyett mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánni, és az új esztendőre pedig sok vidámságot, de legfőképpen egészséget, hogy a munkánkat, feladatainkat el tudjuk végezni. A köszöntő végén a karácsonyi hangulat megteremtése érdekében néhány képet mutatunk Mihály Géza és Szekeres Balázs kollégáimnak az iskolát bemutató téli képeit. Békés karácsony kívánok, és boldog új évet! Viszontlátásra!